A mai alkalommal a megtervezett vasbeton lemezünknek a vasalását fogjuk megtervezni. Miről is van szó? Ugye a vasalás számítása és vaskiosztás tervezése alatt mit értünk? A vasalás számítása alatt azt értjük, hogy meg kell határozni azt a szükséges vaskeresztmetszetet, amelyik a külső erők nyomatékával majd egyensúlyt fog tudni tartani. A vasbetonlemezek vasalásának tervezéséhez az úgynevezett biztonsági tényező nélküli N-mentes vasbeton számítást alkalmazzuk. Mik adottak ehhez? Adottak a vasbeton lemezen fellépő nyomatékok, ugye ezt már mindenki kiszámolta, valamint a lemez geometriai méretei. Ezt meg már megválasztotta mindenki. Keressük azt az acélmennyiséget, amely az adott betonkeresztmetszettel együtt a külső nyomatékokat egyensúlyozni képes. Majd, ha ezt meghatároztuk, akkor megtervezzük az acélbetétek elhelyezkedését. Hogyan határozzuk meg a szükséges betonacél keresztmetszetet? Miből indulunk ki? Először is abból indulunk ki, hogy a számítást, mint ahogy a nyomaték számítást is, 1 méter széles lemezsávra készítettük el, ezt is 1 méteres lemezsávra kell elvégezni, a már meghatározott mértékadó nyomatékok, M lábindexem, tehát a mértékadó nyomatékok, ugye ez egyszerű vasbeton lemeznél 3 darab, MXM, MYN, MXR, a szegélybordás vasbeton lemeznél viszont 4 nyomaték van, ugye bejön még egy MYR nyomaték, egy negatív nyomaték, amelyre vasszámítást nem végzünk, hanem majd, amikor a szegélyborda, szegélykonzol vasalásáról lesz szó, annak a vasalásához acélbetétének elhelyezéséhez szükséges acélmennyiség bőven elegendő lesz ennek a negatív nyomatéknak a felvételére. A számítás ugye lehetőséget biztosít a megválasztott lemezvastagság ellenőrzésére is, amit már tulajdonképpen mindenki megtett az Excel táblázat segítségével, vagyis arról van szó, hogy megnézte, hogy a kijött XI paraméter a saját számításából, az Excel táblából kijött XI paraméter, az nem nagyobb-e 0,5-nél. Ha nem nagyobb, akkor a megfelelő a lemeznek a választott vastagsága. Miből indulunk ki még egyszer? Ugye az M lábindex M, tehát a mértékadó nyomatékokból, a szigma vas határ, szigma lábindex vas határ, az acélbetétek határfeszültségét fogja jelenteni, húzó igénybevételrel természetesen 28.000 newton per négyzetcentiméterrel vesszük figyelembe a számításoknál. A szigma beton határ, a beton határfeszültsége nyomó igénybevételre, ami 1100 newton per négyzetcentiméter lesz. Nyilván ezek a számok annak a függvényében változnak, hogy milyen az acélbetét anyagára megengedett feszültség, illetve milyen az alkalmazott beton minőségre megengedett határfeszültség nyomó igénybevételre. Ezek után meg kell határozni a belső erők nyomatékát, amelynek egyenlőnek kell lenni a külső erők nyomatékával, az alábbiak figyelembevételével, a beton húzófeszültséget nem vehet fel, a betonkeresztmetszet nyomott részében fellépő feszültségek egyenletesen megoszlóak, és a beton határfeszültségével egyenlőek, ugye említettem az elején, szó volt róla, hogy N-mentes, biztonsági tényező mentes tervezésről van szó. Valamint a harmadik figyelembe vehető dolog, az acélbetétek kihúzó igénybevételt vesznek fel, és a feszültségek nagysága az acél határfeszültségével egyenlő. Jó, nézzük is meg, hogy ehhez tartozó magyarázó ábra, illetve a levezetésnek azok a részei, amik majd eljuttatnak bennünket a végeredményhez, hogy néznek ki. A most látható ábrán bal oldalon látható az a elvi rajz, amelyik bemutatja itt a belső erőpárt. Tulajdonképpen hogy kell értelmezni ezt a rajzot? Ugye a szürkével besaffozott részt, vagy téglap, tulajdonképpen ez a választott lemez kisvével jelölt vastagságának megfelelő magasságú, és egy B-vel jelölt szélességű, ez a B érték, ugye ez 1 méter. Lesz. Ezt a tulajdonképpen téglalapot egy úgynevezett pontvonala jelölt semleges tengely két részre bontja.
A felső része az úgynevezett nyomott keresztmetszet, az alsó pedig a húzott keresztmetszet tulajdonképpen. Mi az, ami a húzó igénybevételt felveszi? Ugye itt a lemeznek az alján, a lemez aljától T távolságra elhelyezkedő betonacél az, ami fel fogja venni. Tehát a betonacél tengelyéhez tartozik ez a H-val jelölt húzóigénybevétel felvételére alkalmas tulajdonképpen az erőpárnak a húzóigénybevételt felvevő része a nyomott övnek a súlypontjába, tehát a semleges tengelytől fölfele helyet foglaló, tulajdonképpen is egy téglalap ennek a súlypontjában elképzelve pedig az N-nel jelölt nyomóigénybevételt felvevő részt. Tehát egy N-nel jelöljük a nyomóigénybevételt felvevőt, a H-val a húzóigénybevételt felvevő erőket, tehát nevezzük ezeket már erőknek, tehát egy belső erőpár alakul így ki, az erőpárnak a karját jelöljük Z-vel. Valamint a számításoknál majd fel kell használnunk azt a távolságot, ami a lemez felső síkja és az acélbetét tengelye között van, ezt most itt HX-el jelöltük. És X-el jelöljük a továbbiakban a nyomott keresztmetszetnek, úgymond a magasságát, ezt a méretét. Hogyha ide most egy X irányú vasat képzelünk el, tehát ez legyen egy konkrét betonacél, akkor nyilván, hogyha egy acélhálót képzelünk el, akkor a másik irányú acélhálónak egyes acéljainak a keresztmetszetei látszanak, tehát itt ugye körök formájában jelennének meg, és azon acélbetétek középpontjának, tehát tengelyének távolsága a lemez tetejétől nyilván az egy más érték lesz majd. Miből indulunk ki? Ugye azt már az előzőekben ugye elhangzott, hogy a külső erők M-mel jelölt nyomatékát a belső erőpár nyomatéka fogja ellensúlyozni. Tehát tulajdonképpen akkor ez a H és az N erő fellépő belső erőknek egyformáknak kell lenni. A Z az a jelölések alapján mivel egyenlő? Hogy H minusz X per 2, ugye itt megvan lábindexezve HX, ugye most az egy X irányú vasbetétet képzelünk ide el. Tehát H minusz X per 2 képlettel fejezhető ki, ugye a súlypont a semleges tengelytől a teljes keresztmetszet felében foghatni, tehát a keresztmetszet magassága pedig x. Jó, hogyan írhatók fel a H-erő, illetve az N-erő? Ugye a feszültség felhasználásával, a keresztmetszet és a feszültség felhasználásával, ugye H egyenlő F vas keresett vas keresztmetszet, szorozva a szigma vas határ az acélbetét határfeszültségével. Az N-erő az pedig ugye ugyancsak a előbb említett keresztmetszet, ami ugye B szer X-el egyenlő, hogyha B-vel jelöljük a figyelembe vett lemezszélességet, ami ugye 1 méter, tehát B szer X-el szigma beton határ lesz majd a képlete. A változók tulajdonképpen az ábráról leolvashatók, amik itt fel vannak sorolva. Nézzük akkor sorba. Ugye először az a lényeg, hogy megvizsgáljuk minél előbb, hogy elegendő vastagságú lemezt választottunk-e. Tehát először az N által felvett nyomatékokat kell megvizsgálni, ebből fog majd kijönni az az ellenőrzési lehetőség, ami biztosítja azt, hogy meggyőződjünk róla, hogy a választott lemez vastagság megfelelő-e. Ugye tovább folytatva az előbbi képletet, ugye a külső erők nyomatéka, ugye B-szer szigma, B-szer, vagy X-szer B-szer szigma beton határszorozva, az E az H minusz X per 2-vel lesz egyenlő. A nyomásra igénybe vett beton keresztmetszet, ugye ez az X-szer B keresztmetszeti terület, húzóigénybevételt nem léphet ebben fel,
Ezért az elméleti számítások alapján az X érték, tehát a semleges tengely távolsága a lemez tetejétől nem lehet nagyobb egy X0 értéknél, hogy ne vegyünk figyelembe nagyobb nyomott keresztmetszetet. Tehát az X kisebb vagy egyenlő, mint X0, illetve ez kifejezhető úgy is, hogy egy X0-al jelölt arányszám szorozva a H értékkel. X0 a semleges tengely maximális távolsága a lemez felsősíkjától, a X0 pedig a beton és vasbetét minőségétől függő arányszám, feladatban ennek az értéke 0,5. Tehát amit kiszámoltunk az Excel táblázattal, ugye az egy XI érték, a saját arányszámunk, és ezt hasonlítottuk a XI0 beton és vasbeték minőségétől függő arányszámhoz. Most ugye megadtuk mind a beton határfeszültségét, mind az acélbetét határfeszültségét, tehát ennek figyelembevételével ez a X0 paraméter, ez 0,5 érték lesz. A beton keresztmetszet nyomott része egy minimális értéknél kisebb sem lehet, tehát felírható erre az, hogy a X0 nagyobb vagy egyenlő, mint X per H hányados, vagyis ez a X érték, ami kijön, amelyből az X kifejezhető, és kapjuk arra, hogy H-szor XI. A fenti képletből X értékére adott kifejezést, ugye ezt az X egyenlő H-szor XI behelyettesítve az első képletben a levezetést lehet folytatni, tehát akkor helyettesítsünk be, az M egyenlő B-szer H-szor XI szer szigma beton határ, szorozva H-minusz H-szor XI per 2-vel. Hogyha itt a levezetést tovább folytatjuk, akkor bevezethetünk egy arányszámot a zárójelben lévő 1 minusz XI per 2-re. Ugye itt a H-nak a kiemelése után kaptuk a zárójelen belül ezt az 1 minusz XI per 2 értéket. Hogy tovább tudjuk könnyen folytatni a levezetést, akkor erre a zárójelben lévő 1 minusz XI per 2 értékre vezessük be ezt a zéta paramétert. Tehát a tovább ez behelyettesítve B-szer H-szor XI-szer szigma beton határszor H-szor zéta egyenlő B-szer H négyzetszel, ugye itt a H-szor H-ból H négyzet lett, szigma beton határ szorozva XI-szer zéta. A XI-szer zéta szorzatra bevezetve egy M paramétert egy változóra redukálható az egyenlet, tehát tulajdonképpen a nagy M egyenlő B-szer H négyzetszer szigma beton határszor M, amelyből az M, ez az M paraméter, ez kifejezhető, ami egyenlő tört vonal számlálóban nagy M, ugye a mértékadó nyomaték, a nevezőben pedig B-szer H négyzetszer szigma beton határ. Ha az M paraméter megvan, a XI értéke ezzel a képlettel számítható, 2 minusz négyzetgyök alatt 4 minusz 8 M per 2, az éta pedig 1 minusz 0,5-szer XI képlettel számolható. Ha ez a XI érték megvan, mint ahogy az Excel táblázatban ez már kiszámításra került, csak ott a részletes számítások nincsenek meg, a mintapéldában majd meg lesznek, erre rátérünk. Most kell megvizsgálni azt, hogy a kijött XI érték az kisebb, mint XI0, akkor a lemezvastagság megfelel. Ha a XI lényegesen kisebb lenne, mint a XI0, akkor a lemezvastagság megfelel ugyan, de a lemez gazdaságtalan. Tehát nem szükséges akkora vastagság, tehát lehetne vékonyítani. Ha XI értéke nagyobb, mint XI0, akkor a lemezvastagság nem felel meg, a vastagabb lemez kell választani. Tehát igazándiból feladat megoldás során is csak ez az egyetlen kritérium van, hogy a XI értéke az kisebb legyen, mint XI0. Amikor lemezvastagságot megválasztották, a tólig értékek úgy vannak meghatározva, hogy azért ilyen ne nagyon forduljon elő, csak nagyon ritkán. Nézzük tovább. Ha az ellenőrzés megvan, akkor folytathatjuk tovább a számítást. A H által felvett nyomaték a következő feladat. Ugye az erőpárnak akkor a húzó igénybevételt felvevő tagja jön, tehát az M
egyenlő H-szor Z, F szükséges vaskeresztmetszet, ez a F-index vészorozva, szigma beton, ez itt el van írva, szigma vas határszor Z, ez vas határ érték akarna itt lenni, ez el van írva a képletben. Tehát akkor tovább folytatva a Z-re már ugye megállapítottuk, hogy ez H-X per 2, ha ezt behelyettesítjük, akkor, illetve tovább az előbb alkalmazott változókat, paramétereket bevezetve, ugye ez akkor úgy írható tovább, hogy H-Xi-szer H per 2, vagyis kiemelve a H-t H-szor 1-Xi per 2, egyenlő H-szor zéta. Tehát tulajdonképpen a képletbe a Z helyére már a H-szor zéta értéket írjuk, akkor a külső erők nyomatéka a nagy M egyenlő szigma vas határ szorozva S, F vas keresztmetszet szorozva H szor zétával. Ebből kifejezhető a szükséges vas keresztmetszet, külső erők nyomatéka osztva szigma vas határ szor H szor zéta. A szükséges betonaszél keresztmetszetet minden nyomatékra meg kell határozni, így egyszerű vasbetonlemeznél lesz ugye XM nyomaték, mértékadó nyomatékra kijött vaskeresztmetszet, az YM nyomatékra, illetve az XR nyomatékra kijött vaskeresztmetszet. Ahogy említettem, a szegélybordás vasbetonlemeznél a negatív, fellépő negatív nyomaték külön nem számolunk vaskeresztmetszetet. Mivel az egységben lévő azonos irányú acélbetétek átmerőjének azonosnak kell lenni, a vasak egymástól való távolságát kell a nyomatéki ábra szerint változtatni. Tehát miért volt szükség a nyomatéki ábrát elkészíteni, hogy a nyomatéki ábra felhasználásával történjen majd a vasbetétek egymástól való távolságának meghatározása, a vasbetétek kiosztása. Az acélkeresztmetszet és a választott betonacél átmérője alapján az azonosságban lévő acélbetétek távolságát így számíthatjuk, ha már a vaskeresztmetszet megvan. Hogy történik ez a távolság számítás, az acélbetétek egymástól való távolsága? Kiszámoljuk egy acélbetét keresztmetszetét, ugye ez kisebbel van jelölve, ez D4/π/4 vagy N4/π, erről meg kellett választani ugye az Excel táblázatban is már a X irányú, illetve az Y irányú vasbetéteknek az átmérőjét. Ez alapján ugye ez az érték számítható. Egy méter levessában az azonosságban lévő acélbetétek számát megkapjuk, hogyha a szükséges vaskeresztmetszetet, ami szintén egy méteres lemezsávra vonatkozik, elosztjuk egy vasbetétnek a keresztmetszetével, megvan a darabszám. Most nem a darabszám lesz majd fontos, hogy kerekérték legyen, hanem majd az acélbetétek távolságának kell nem kerekértékre, hanem olyan távolságra kijönni, úgy kiszámítani, hogy az ténylegesen majd, amikor a vasbeton lemeznek a vas szerelése történik, hogy akkor az könnyen megoldható legyen. Nézzük akkor az előbb elmondottak szerinti számításokat, a mintaszámítás majd tartalmazza, ezen majd végighaladunk, legalábbis az egyszerű vasbetonlemezt illeti, illetve ami különbség van a szegélybordás vasbetonlemezhez képest, azt is majd el fogom mondani, illetve a most a képernyőn látható vaskiosztás tervezésével is fogunk foglalkozni, ez fog majd több időt igénybe venni. Hogyan fogjuk a vas kiosztást tervezni? A kivetítőn most tulajdonképpen a híd vasbeton lemezünknek, a kész vasbeton lemeznek, tehát nem az LX-el számolt támaszköz szerinti lemez hosszal, hanem a tényleges geometriai hosszal számolva a megtervezett vasbeton lemezünknek a felülnézete látható. Látható, hogy szaggatott vonallal a kerékhárítónak a vonala, a lemezről lelógó része. Látható az is, hogy ezt a kerékhárítót egy fél 0,5 méteres sugárral lekerekítjük, annak érdekében, hogy a kis szögbe nekifutó járműkerék ne sérülhessen meg, vagy minél kevésbé sérüljön meg.
miért van besrafozva ez a felső negyed rész? Tulajdonképpen a vaskiosztás tervezésénél egy negyed lemez ábrázolunk, egy negyed lemezen mutatjuk be a vaskiosztást, annak figyelembevételével, hogy ugye ez akkor egyrészt szimmetrikus az X-tengelyre, tehát letükrözhető az X-tengelyre, majd ez a kettő letükrözhető az Y-tengelyre, tehát a teljes lemezne majd megfelelő lesz. Mit kell ábrázolni? A metszeteknél tehát a negyedlemeznek megfelelően fogjuk majd ábrázolni, tehát egy X metszet, tulajdonképpen X tengely irányú metszet, meg egy Y tengely irányú metszetet fogunk ábrázolni. Mind a kettő ugye fél lemez hossz, illetve fél lemez szélességgel, de az alkalmazott vasbetéteket teljes méretben ki kell rajzolni. A feladat megoldásához eddigi gyakorlattól eltérően most egy AutoCAD-rajzot fogok felkínálni, illetve alkalmazásra felkínálni, annak érdekében, hogy a rajz elhelyezését egy A3-as lapon könnyebben meg lehessen oldani, illetve az egyes betonacél kialakítások, betonacél kampózások, azok könnyebben megoldhatók legyenek. Tulajdonképpen a vaskiosztáshoz ugye ismerni kell a vasalási szabályokat, amire hamarosan rá fogunk térni, csak most így a legfontosabbakat, most így a vaskiosztás bemutatásához megemlíteném. Az első ilyen fontos szabálya az, hogy a nagyobb nyomatékot felvevő acélbetéteket kell a semleges tengelytől legtávolabb tenni. Ha megnézzük a kijött mértékadó nyomatékokat, azok közül a legnagyobb nyomaték mindenkinek az MXR-re kijött nyomaték, tehát X irányú nyomatékról van szó, tehát az X irányú vasbetéteket kell először kiosztani. Hogyan történik a kiosztás? Hát ugye a legegyszerűbb megoldás az, hogyha itt nézzük a keresztmetszetet, itt kétfajta kiosztás látható, bal és jobb oldalt. Nézzük a jobb oldalit. Tulajdonképpen mi alapján osztjuk itt a vasakat ki? Ugye attól függően, hogy hosszú vagy rövid lemezünk van, ugye hosszú lemeznél már a tengelytől kiindulóan tulajdonképpen a vasak egymástól való távolságát csökkenteni kell egészen a lemez szélére kijött MXR nyomatékra kijött vastávolságig. Na most ez nem úgy történik, hogy acélbetétről acélbetétre csökkentünk néhány millimétert, hanem lehetőség szerint több acélbetétet teszünk azonos távolságra, és a távolság csökkenés se milliméteres, hanem ilyen fél centi érték legyen. Tehát miért ragaszkodunk, vagy miért említem én, hogy 0,5 cm-re kerekítsünk majd fogják látni a vastávolságnál. Ugye ezt meg is kell valósítani, tehát hogyha egy mérőszalagot veszünk kézbe, kihúzzuk, és aszerint osztjuk ki a vasbetéteket, jelöljük rá tulajdonképpen a zsaluzatra, az, hogy melyik vasbetét hova kerül, ugye itt a fél centinél nagyobb pontosság nem nagyon biztosítható a gyakorlatban, ezért gondoljunk erre is, hogy a vaskiosztásnál, ugye így kötegelve, nagyjából legalább fél centi különbség legyen az egyes azonos távolságra kitett vasak és a másik köteg vasainak távolsága között. Erre majd fogunk is látni példát. Tehát tulajdonképpen az egész vaskiosztást az X irányú vasbetétek elhelyezésével kell kezdeni. Miért vannak itt ilyen számok, hogy egyes, kettes? Különbözők a vasak, igen, ebben a nézetben, nem, ezen a dián nem látható, mert fogjuk mindjárt látni. Minden harmadik X-irányú acélbetétet a nyíró igénybevétel felvételére fel kell hajtani. Hogy néznek ki ezek a acélbetétek? Illetve az acélbetéteket kampózással kell ellátni. Az, hogy ennek a kampónak milyen a kialakítása, a
rendelkezésre bocsátott mellékletben, illetve a feladat megoldását bemutató szöveges részben megadtam azt a táblázatok között szereplő egy JPEG rajzot, amelyik bemutatja, hogy milyen vasátmérőhöz milyen kampókialakítás tartozik, illetve ezeket a kampókat már megszerkesztve rendelkezésre is bocsátom majd a minta autóked rajzban. Jó, tehát nézzük akkor ezt az 1-es, 2-es X-irányú vasbetétet. Ugye tulajdonképpen látható, hogy az X-irányú vasbetétek kiosztása ugye hol történhet, abban a metszetben történik, ahol ténylegesen az X-irányú vasbetéteket elmetszük, tehát körök formájában jelentkeznek, ez pedig ugye a Y irányú metszetben fogjuk látni ténylegesen az X-irányú vasakat metszetben. Hol látjuk nézeti formában, itt pedig az Y-tenge irányú metszetben látjuk nézeti formában. Tehát így néz ki az egyes sorszámú vas, és a felhalított vas pedig így néz ki. A felhalított vas kialakítása az szerint történik, hogy hogyha ezt letükröznénk ugye a másik oldalra, akkor a két ilyen felhajtás közötti távolságnak Lx-nek kell lenni. Megint csak a rendelkezésre bocsátott mintaautóked rajzon ez így szerepel is. Még egy fontos dolog, ugye az ábrán is szerepelt, keresztmetszeti ábrán, egy kistével jelölt távolság, ez a betontakarásnak a mértéke. Itt szaggatott vonallal lehet látni az ábrán. Ez a takarás értéke, ez minimum 1,5 centi, ezt fölkerekítettem a mintarajzokon is, meg a leírásban is 2 centire, tehát legyen minimálisan 2 centiméter a betontakarás. Vagyis a látható, hogy itt a vas keresztmetszetet bemutató kitöltött köröknek a kitöltött körök éppen érintik ezt a takarásnak a vonalát. Tehát erre oda kell majd figyelni a vaskiosztás tervezésénél. Nézzük tovább. Továbbra is ugye maradunk az X irányú vasak betervezésénél, kiosztásánál, ugyanis ez még nem hangzott el, a vasalási szabályok tartalmazzák, hogy ilyen vasbeton, monolit vasbeton lemezek vasalásánál a lemezeket mind az alsó, mind a felső övben is vasalni kell. Na most egész eddig ugye a lemeznek a tetejére, vagy a felső részére elhelyezendő vasbetétekről, vagy vashálóról még nem esett szó. Tulajdonképpen nem méretezzük külön a felső övbe elhelyezendő vasaknak a vaskeresztmetszetét és a vastávolságát. Egyetlen kritérium van, hogy az alkalmazott vasbetétek minimális átmérője a 8 mm-nél ne legyen kisebb, mert ugye ezek főbetétek, tehát se X irányban, se Y irányban. Ez a legfontosabb kritérium. A másik pedig az, hogy a vasbetétek egymástól való távolsága a 40 cm-t ne haladja meg, tehát kevesebb legyen, mint 40 cm. A kiosztás tehát itt attól függ, hogy milyen a lemeznek a keresztmetszeti mérete, ez mindenkinek egyforma, illetve milyen a lemeznek a hossza a másik irányban, és azt szerint osztjuk ki. Nem szükséges azonos távolságra lennie az összes vasbetétnek. Tulajdonképpen itt is az a, ha lehet, az a 0,5 centiméteres szabályt tartsuk be, és hát itt is kötegelve érdemes ezt a vastávolságot meghatározni. Jó, tehát itt látható metszetben, ugye a Y irányú metszetben a felsőben elhelyezkedő X irányú vasak, ugye ezek a vasak lesznek a semleges tengelytől legtávolabb, tehát a szaggatott vonallal jelölt betontakarást érintik, betontakarás vonalát érintik ezek az X-irányú vasbetétek. A jobb oldalon pedig itt láthatók ezek a vasbetétek nézetben. Látható, hogy az előzőektől eltérően itt csak egy egyszerű felhajlítással van kampózva az acélbetét. Mivel függ ez össze, hogy kampózunk egy acélbetétet? Hát azzal függ össze, hogy milyen az átmérője az acélbetétnek.
Ugyanis az acélbetétek meghajlításához alkalmazott eszköznek a kialakítása bizonyos minimális átmérőt igényel. Tehát nem lehet azonosra meghajtani a nagyobb átmérőjű acélbetétet, valamelyiket csak ugye visszalépek ilyen kompozással lehet ellátni, a vékonyabbakat lehet ilyen egyszerűbb kialakítással. Még egyszer, a kompó kialakítása a mintarajzolmányra rendelkezésre bocsátott ilyen kezdeti DVG rajzon rajta lesz majd. Ezzel tulajdonképpen az X-irányú acélbetétek kiosztását befejeztük. Mivel kell, ugye itt látható megint akkor véglegesen az összes X-irányú vasbetét, tehát egyrészt az alsó övbe elhelyezett, másrészt a felső övbe elhelyezett, itt pedig a nézeti képe az X-irányú vasbetéteknek. Nézzük az Y-irányú vasbetétek kiosztását. Ugye az előbb, tehát hogy helyezkedtek el, ugye X-irányba helyezkedtek el az acélbetétek, most ugye erre merőlegesen Y-irányba helyezkednek el az Y-irányú vasbetétek. Hol látjuk az Y-irányú vasakat metszetben? Ugye a X-tengelyjel párhuzamosan készített metszetben látjuk metszet formájában. Milyen távolságra fogjuk elhelyezni ezeket a X-irányú vasbetéteket, ugye az MYM nyomatéknak megfelelő távolságra. Itt a nyomatéki ábra alapján ugye folyamatosan csökkent, vagy növelni kellene a távolságot, ugye csökken a vaskeresztmetszet a felfekvés felé, ugye ennek a figyelembevételével csináljuk a kiosztást, egyébként azonos távolságra helyezzük őket. Tehát valahány acélbetétet a kijött MYM-re kijött vaskeresztmetszetet vastávolságra helyezzük el, majd ennek a kismértékű növelésével próbáljuk meg azt biztosítani, hogy a teljes keresztmetszetet kitöltjük, figyelembe véve a takarást. Tehát itt is a takarás az figyelembe veendő. Látható itt a nézeti rajzán, ugye hol láthatók a Y-irányú vasak nézetben, ugye Y-irányú metszetben, látható, hogy jóval távolabb helyezkednek el a lemez aljától az Y-irányú vasak miért? Azért, mert alattuk ott vannak már az X-irányú vasak. Jó, ami még itt a kialakításhoz hozzátartozik, hogy az ilyen a lemez szabad szélén vasbetéteket kengyelszerűen kell kialakítani, ez látható itt. A kengyel kialakításának az a szabálya, hogy a kengyel felső része, tehát ez a része, ez az LY választott lemezszélesség hatodával kell egyenlőtlen, tehát LY per 6. Most mivel mindenkinek a lemezszélessége 5 méter, ez az LY per 6 érték is mindenkinek ugyanaz lesz, a mintarajzon majd fogják látni. A kialakítása, ugye az előbbi X-vasak felhajtása, illetve ennek a, tehát visszalépek, ezeknek az X-irányú vasaknak a felhajtása, illetve az Y-irányú vasaknak itt a kengyelszerű kialakított acélbetétnél annak a visszatérése 45 fokos. Jó, egyébként pedig hát a kampóhoz kialakítás, a kampó kialakításával, kialakítását figyelembe véve helyezzük el. Következő rajzon már tulajdonképpen láthatók az eddig betervezett X irányú vasbetétek, illetve az elhelyezett Y irányú vas betétek itt nézeti formában, és itt is megjelent a hossz-metszetben is. Hol kell még ilyen Y-irányú vasat elhelyezni? Ugye a felső övben is el kell helyezni. Ugye nézeti képe látható itt a 5-ös számmal jelölt vasbetétnek, ugye megint 8 mm-es átmérővel, minimális átmérővel készül, a kiosztása pedig megint hasonló, mint az előbb, ahogy említettem, tehát egyetlen szabály van, hogy a vasbetétek egymástól való távolságra 40 cm-t ne haladja meg. Jó, a következő dia tulajdonképpen már a felső övet mutatja be, így néz ki ez a maximálisan 40x40-es háló, hát nyilván felveszi a háló is a magának a lemeznek az alakját, az arányait.
a kiosztás aszerint történik. Jó, tulajdonképpen itt is az y-nyelv vasak elhelyezkedését mutatja be a hosszmetszetben, alsó övben, felső övben, illetve a következő dia pedig tulajdonképpen, mint egy összefoglalás szerűen, ugye itt látható az összes megtervezett acélbetét mind x irányban, ugye alsó övben, felső övben, mint y irányban, ugye ő itt az alsó övhöz tartozóan, ugye a kengyelszerűen kialakított acélbetét, illetve a x vasbetétek alatt helyezkedik el a felső övben az y irányú acélbetét. Jó, tehát ez lett volna akkor az ismertető.